Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mit fog tenni az ő következő lépése, így hívom ezt a jóslást. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Erről készítek egy videót álnéven, a linket megkapod e-mailen keresztül. Senki nem tudja, hogy rólad van szó, hiszen álnéven jelenik meg, és nem szoktam mesélgetni, nem szoktam mondani a történetet, úgyhogy senki nem tudja azt, hogy kiről van szó. Erre nagyon vigyázok, erre oda szoktam figyelni. Tehát ennél a jóslásnál arról van szó, hogy mit fog tenni. Lehet, hogy most visszahúzódó, lehet, hogy nincs kapcsolat köztetek, vagy nem tudja, hogy mit akar, emiatt bizonytalan vagy, és nem tudod, hogy mi vár rád. Mi fog történni, mi a terve, az ő következő lépése. Ami őt jelenleg foglalkoztat, az itt látható, hiszen ez a kártya mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ő felmászott erre a hegyre. Ez a hegy csúcs jelentheti azt, hogy elérte most a céljait, vagy hogy felülről tekinti az eseményeket, hiszen vannak nála tervek, hosszú távú tervek, azon kívül látni akarja a dolgokat, figyeli az eseményeket. A kezében van a kard. Ezzel a karddal el tud vágni valamit. Például le tud most szárni bizonyos kapcsolatokat, vagy szimbolikusan elvágja a félelmeket, megvan a szabadság érzete, végre levegőhöz jut, hiszen a kártya a levegő elemét szimbolizálja, fel tud lélegezni. Benne volt egy szűkös helyzetben, ezt ő most lezárta. Ő még nem lép feléd, figyeli a dolgokat, vannak nála tervek, ötletek, gondolatok, és amit a kártya még jelent, hogy a későbbiekben beszélni akar veled. Milyen hatás van kívülről? Ki vagy mi hat rá? Ez itt látható. A kelyheknél mindig érzelmekről van szó. Ez a kártya utal a múltra, a jelenre és a jövőre. Valaki közeledett hozzá érzelmekkel. Volt köztük múlt. Valószínű, hogy az ex-társnőjéről van szó. De voltak nézeteltérések, viták, veszekedések, csalódások, hiszen a múlt jelenti a könnyeket. Mivel ő ezzel a karddal szimbolikusan elvágta ezt a kapcsolatot, és kijelentette azt, hogy nem akarok beszélni veled, ez most le van zárva, emiatt valószínű egy hölgy, itt most szomorú, befele tekint, de azért van jövő, hiszen a háta mögött megjelenik ez a két kehely, és utal egy harmonikus párkapcsolatra. Valószínű nem vele, tehát nem a te lelki társadról van szó, hanem lesz egy új kapcsolat. Mit fog lépni irányodba? Még kicsit vacillál, tegyem, vagy ne tegyem, hogyan tovább. Az is lehet, hogy összehasonlít téged ezzel a volt társnővel, és mivel ott csalódások érték, emiatt vacillálja, hogyan tovább, mi lesz a jövőben. Amit a kártya még jelenthet rajtatok kívül, hogy vannak munkahelyi változások vagy ajánlatok, mert itt az érmék láthatóak,
és az érmék jelentik az anyagiakat, jelentik a munkát, a hivatást is. Ez lehet egy ilyen munkahelyi változás, tegyem vagy ne tegyem ebbe az irányba, vagy abba az irányba. Lehet, hogy döntésekről van szó. Viszont amit az érmék még jelentenek, ezek az értékek, hogy értékel téged, a volt kapcsolatát lezárta az értéktelen számára, de a kép mutatja azt, hogy döntéseket hoz veled kapcsolatban, hogy jöjjön igen vagy nem, és lehet munkahelyi változás is. Viszont itt látható, hogy megvan nála ez a terv, hogy beszélni akar veled, tehát akkor is a vacillál, ez mégis oda fog vezetni, hogy jönni fog, hiszen lesz kettőtök között kommunikáció. Ami téged illet, a te jelenlegi helyzeted, vagy hogyan viszonyulj hozzá, az itt jobb oldalon látható. Nálad is volt szomorúság, csalódás a múltat illetően, hiszen itt a kelyhek jelentik az érzelmeket, a kártya mutatja a könnyek mezejét, de te is abban a helyzetben vagy, hogy lezárod a múltat, lesz egy új irány. De még érezhető ez a csalódás, ami téged így fogva tart ebben a szűkös helyzetben, ami elszomorít téged, de ettől felszabadulsz, mert ez a kártya azt jelenti, hogy ez a szűkös helyzet elmúlik. Ez a férfi jönni fog, keresi veled újra a kapcsolatot, itt ketten lesztek, lesz egy új irány, lesznek változások, és tervez veled egy utazást. Mi fűz össze benneteket? Itt a nap szimbóluma látható, ez jelenti az ő kisugárzását, jelenti a te kisugárzásodat, a vonzalmat kettőtök között, azt is jelenti a nap, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, hamarosan tudni fogod konkrétan, hogyan tovább. Ami az utazást illeti, az lehet, hogy így déli irányba lesz majd ez az út. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!